Jó estét kívánok a Hírnyegyháza nézőinek! Az adventi szezonban járunk már, vasárnap meggyújtottuk az adventi koszorú első gyertyáját, és hát ez sokak számára nem csak az ünnepi készülődés jelenti, hanem az évvégi hajrát is. Így vannak ezzel a karitatív szervezetek. Ezek közül majd a baptistákat fogjuk ide várni. Most ezúttal nem a szeretett szolgálat képviselője érkezik hozzánk, hanem a nyíregyházi közösség képviselője, ugyanis ők is egy adventi programmal készülnek a héten, egészen pontosan a holnapi napon. És természetesen a Vörös Kereszt sem maradhat ki a sorból. Egész évben nagyon sokat dolgoznak ebből, mi természetesen csak a találkozási pontokon látjuk ezt a sok-sok munkát, de hogy mennyi mindennel foglalkoznak, még arról is fogunk majd beszélgetni, nem is olyan sokára itt a stúdióban. Ura Edinát köszöntöm, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát hallottad a felvezetést. Én ugyan a Vörös Keresztre próbálom mindig időről időre figyelmet fordítani, nem csak az év kiemelt időszakaiban, akkor, amikor nagy véradásokat szerveztek, például a nyár folyamán helybe mentek vállalatokhoz, rendezvényekre, újszerű formákat próbáltok kitalálni, hogy minél több embert tudjatok megszólítani, meg ilyenkor évvégén, amikor nagy hajrá van, adománygyűjtés, adományátadás, stb., hanem bizony nagyon sokrétű ez a feladat. Rendszer, fogalmazzunk így, ami a Vörös Keresztnél van egész évben. Egy picit, hogyha megkérhetek, akkor fussunk végig az elmúlt egy évben, mi mindent csináltatok általam már említetteken kívül. Nagyon sok mindent. Ugye a véradás szervezés, az adománygyűjtés és adományosztás, ez az egész évet gyakorlatilag a mindennapjainkat teljességében átszövi, hiszen minden nap több területen, több helyszínen van véradás, települési munkahelyi véradások, rendkívüli véradásokat szervezünk annak érdekében, hogy az egészségügyi ellátás ebből a szempontból zavartalan lehessen. Ugye ez mindig váltakozó intenzitású, vannak kritikus időszakok, ilyenek például a hosszú hétvégék, az ünnepeknek az időszaka, mint például majd most is lesz a karácsonyi időszak, amikor a hétvégéhez kapcsolódik az ünnep, ami természetesen egyfelől nagyon jó, hiszen a szeretteinkkel lehetünk viszonylag hosszú ideig, ugyanakkor a véradás szempontjából ez mindig megnehezíti a vérvételi időszakot, hiszen az ünnepnapokon nincsen véradás, azonban bármiféle olyan helyzet kialakulhat, hogy előállhat egy olyan fajta vérigény, amit valahonnan pótolni kell, valahonnan meg kell valósítani, biztosítani kell az orvos, tehát az egészségügyi ellátásban. Ezért ilyenkor egy aktívabb tevékenységet végzünk a Vörös Kereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat. Próbáljuk minél szélesebb körben propagálni ezt a tevékenységünket, azért, hogyha bármi történik a két ünnep között, akkor a vérkészlet az megfelelő legyen ahhoz, hogy bármiféle problémát el lehessen hárítani, hiszen ezek nem várt események, tehát előre kell egy picit gondolkodni, és előre kell egy picit készülni ezekkel. Az adománygyűjtés az egész évben folyamatos, Nyíregyházán is, és a területi szervezeteinknél is két hetente, havonta vannak ruhaosztások. A ruhaadományozás az nagyon népszerű, nagyon sok ruhaadomány érkezik hozzánk, és mi ezért nagyon hálásak vagyunk az adományozóknak. El szoktuk mondani, és most is szeretném hangsúlyozni, hogy tiszta vasalt, összehajtogatott állapotban várnánk ezeket az adományokat, hiszen azok, akik kapják, ők is ebből válogatnak, a méretnek, életkornak megfelelően viszik el tőlünk ezeket a ruhaadományokat, és nem szabad megbántani a rászorulókat azzal, hogy nem olyan minőségű dolgokat adunk nekik oda, mint ami mondjuk elvárható lenne. Egy harmadik nagyon fontos tevékenységünk, ami szintén a mindennapjainkat szövi át, ez az Vörös Kereszt egyik alaptevékenysége szintén, az első segélynyújtásnak a népszerűsítése. Ebben arra törekszünk, hogy minél több laikus segítő legyen, aki például, ha egy balesetet lát, észlel, akkor ne essen pánikba, tudja, hogy mik azok az alapvető lépések, amit neki végre kell hajtania ahhoz, hogy stabilan tudjon tartani például egy sérültet, vagy alapvetően el tudja látni mondjuk az autóban található első segélynyújtó dobozból, addig, amíg a mentő meg nem érkezik, hogy tudja azt is, hogy mik azok a fontos lépések, hogy először mit csinál, utána mi következik, akár hogyha újra kell éleszteni, akkor ezt meg tudja tenni.
ezt is minél szélesebb körben igyekszünk népszerűsíteni, terjeszteni, egészen óvodáskortól felnőttkorig. Erre vannak különböző képzéseink, fórumaink, ilyen például a hősképző is, ami most október és november folyamán zajlott. Ebben iskolákat kerestünk meg, nagyobb közösségeket. A fiatalok úgy tűnik, hogy nyitottak, már ha másért nem azért, mert amikor a jogosítványt szeretnék megszerezni, akkor találkoznak az első segélynyújtással. Ilyenkor legtöbben egy ilyen szükséges rosszként tekintenek az első segélynyújtó ismeretekre, azonban ha jobban belegondolunk, az, aki elvégzi a tanfolyamot és sikeresen levizsgázik, szinte egy olyan fajta igazolványt kap, ami azt bizonyítja, hogy ő tud újraéleszteni, hiszen ez minden vizsgán alapkövetelmény, hogy ezzel tisztában legyenek, hogy ezt hogyan kell végrehajtani szakszerűen. Na hát az elmúlt években azért nagyot fordult a világ, a Vörös Kereszt kapcsán is lehetett ezeket a változásokat észlelni. Arra gondolok és arra célzok, hogy nektek is szélesítenetek kell a bázist, a támogatói bázist, és nyilván elsősorban itt a véradóknak a körének a szélesítése a legfőbb feladat, de hát ahogy említetted, mindenkit próbáltok megszólítani, az egészen kicsiktől az idősekig. Régebben meg ez úgy volt, hogy szinte automatikusan adta idézőjelben tett támogatói bázist az egészségügyi dolgozóknak a köre. Ez azért klasszikusan még mindig elég jól tetten érhető, ugye, a támogatók között? Tetten érhető, bár nyilván az, hogy melyik tevékenységünkhöz milyen támogató kapcsolódik, azért az egy viszonylag nagyobb szúrást mutat, hiszen az ifjúság elérésében az óvodák, az iskolák, az ifjúsági Vörös Kereszten keresztül a bázis óvoda, bázis iskola programunkon tudnak hozzánk kapcsolódni. Ezek olyan intézmények, akik az egészségnevelésért, az első segélynyújtásért és a Vörös Kereszt alapelvei felé elköteleződnek. Nagyon jó partnerek az iskolák például abban, hogy ilyenkor a karácsonyi adománygyűjtés során már most idén harmadszorra szervezzük meg a Csak egy kis apróság elnevezésű adventi szeretet akciónkat. Ebben mi azt kérjük az iskoláktól, a szülői közösségtől, mert nyilván nélkülük ez a dolog elképzelhetetlen, hogyha ők ebben nem partnerek. Minden gyerektől azt kérjük, aki ebbe bekapcsolódik, természetesen ez nem kötelező egyik család részéről sem, hogy csak egy kis apróságot adjon. Ez azt jelenti, hogy csak egy kiló liszt, csak egy kiló cukor, csak egy konzerv, csak egy csokoládé, csak egy valami, és sok kicsi nagyon sokra megy. Ezt az akciónkat már elindítottuk november közepén, ekkor szoktuk megkeresni az iskolákat, és az idén, tehát minden évben egyre szélesedett a kör. Én tudom jól, hogy nagyon sok karitatív szervezet, szeretett szolgálat megkeresi ilyenkor az intézményeket, és nagyon jó azt látni, hogy az intézmények nem csak hozzánk, másokhoz is elköteleződnek, és úgy tűnik, hogy ilyenkor úgy tűnik, hogy a segítségnyújtás, egy picit az egymás felé fordulás talán még sincsen kihalóban, így van, ezt nagyon jó látni, mert ilyenkor mégiscsak érkeznek adományok. Ez azért fontos, mert ugyan rászorultság és rászorulók, szegény emberek nem csak karácsonykor vannak, hanem egész évben vannak, de ilyenkor mindenki azon igyekszik, hogy mindenkinek szép legyen a karácsonya, és hogy azoknak is tudjunk valami aprósággal, akár csak egy ilyen tartós élelmiszer szeretett csomaggal segíteni, akinek nem telik. Nagyon sok ember van, akinek nem telik, Csoki Mikulásra, karácsonyfára, olyan fajta ünneplésre, ami a szeretet ünnepéhez méltó lenne. Mi azon igyekszünk, hogy őket tudjuk egy kicsit megsegíteni, egy picit elfeledtetni velük azt, ami egész évben körbeveszi őket. Ugyanígy ehhez kapcsolódóan működik a titkosházként az anyaotthonunk, ahol bántalmazott anyákat fogadunk a gyerekeikkel. Itt is ugye ez egy egész intézményként működünk, tehát egész évben folyamatosan segítünk nekik. Vannak támogatók, akik például ezt a tevékenységünket karolják föl, és az adományaikat célzottan az anyaotthon javára ajánlják föl, vagy kifejezetten ezt kérik tőlünk, hogy az a ruhaadomány, játék, élelmiszer, akár pénzadomány, bármi, ami érkezik, az az anyaotthon lakóinak kerüljön felhasználásra, illetve a közvetítésünkkel ők kapják meg. Nagyon jó, amikor olyan fajta adományt kapunk, ami nem célzottan csak
a családoknak, az éppen bentlakókat segíti, hanem ha úgy kapunk például valakitől felajánlást, ami a környezetnek a kialakítására, az infrastruktúrának a javítására használható fel, hiszen a célzott adományoknak van egy ilyen fajta tulajdonsága, hogy amire kapjuk, arra kell ráfordítanunk, és az anyák a gyerekeikkel, mivel átmeneti elhelyezésről van szó, mondhatnám úgy, hogy jönnek-mennek, azért ennyire nem, tehát nem ennyire sarkosan, de nyilván az anyák összetétele változik. Tehát akinek stabilizálódik a helyzete, van egy olyan család, egy befogadó családi környezet, amelyik tud rajtuk segíteni a szélesebb rokonságból, ismeretségi, baráti körből, és talpra tudnak állni, akkor őket kigondozzuk az anya otthonból, ők tovább lépnek. Tehát a családok változnak, ugyanakkor az infrastruktúra, a befogadó környezet meg nem. Tehát nagyon jók az ilyen adományok, amikor ilyen érkezik, hogy ezt a fajta fizikai környezetet tudjuk minél szebbé, jobbá, biztonságosabbá tenni tehát számukra. Vannak vállalkozók, magánszemélyek. Így van, cégek is, akik például... Nagyon szívesen segítenek egy felújítási munkában, szabad kapacitást ajánlanak, tehát építőanyagot. Akár ezt is, volt, amikor nagyobb vállalat úgy érkezett hozzánk, hogy egyrészt az alapanyagot is hozták, illetve hoztak magukkal egy nagyon szorgos kis csapatot, és egy családi nap keretében a külső környezet, az udvarnak a renoválása történt meg, kaptak új játékokat, kültéri játékokat a gyerekek, megújult a homokozó, a szalonna sütő, egy kicsit barátságosabbá, szebbé tudtuk tenni a környezetet, ami nyilván az ott élő gyerekek és anyáknak a szocializációjához, az igényszintük növeléséhez, hogy legyenek igényesek a környezetükre. Ez nagyon sokat számít, és nagyon nagyban hozzájárul ehhez a célhoz. Na, akkor még egy picit kanyarodjunk vissza a véradáshoz. Évvégén ez is fontos, és kiemeltem, ahogy te is elmondtad, az ünnepek miatt. De hát ebben is nagy változások voltak már a közönség elérésének a módjában. Igazi kampányokat folytatott a Vöröskereszt az elmúlt időszakban, megszólítva a legfiatalabb réteget is, a internet előtt állandóan ott kuksoló fiatalokat, egy kicsit kimozdítva a fotelből, és hát nekem az jutott eszembe, hogy ettől szebb adománytán nincs is. Decemberben meg ez, ha az embernek nincsen pénze, vagy nincs lehetősége arra, hogy másokat anyagilag támogasson, akkor legalább a vérével, a véradásával megteheti ezt. Óriási segítség ez. Én azt gondolom, hogy az adományozásnak ez az egyik legnemesebb formája. Nyilván akinek jó anyagi helyzetben van, és megteheti, hogy pénzt adományozzon, az pénzt adományoz, gyakorlatilag lehet, hogy észre se veszi, hogy hiányzik 10-20 ezer forint a családi kasszából, vagy a vállalati költségvetéséből akármennyi. Ugyanígy, aki vért ad, igazándiból ő se veszi észre utána, hogy ő adott vért, és ezzel megmentett 3 életet. Szlogenje is a véradásnak, hogy aki vért ad, az életet ad, de csak ebbe kell belegondolni bárkinek, aki óckodik attól, vagy kifogásokat keres azért, hogy miért nem ad vért, mert ezzel, ahogy szokták mondani, teli van a padlás, tehát aki nem akar vért adni, nagyon, nagyon jó kifogásokat tud találni arra, hogy miért nem ad vért. Én annak, aki csak fontolgatja, vagy hall róla, nem találkozott még ezzel a dologgal. Én mindig mindenkitől azt kérem, hogy csak egyszer menjen el vért adni, próbálja ki, hogy milyen. Ha nem lesz rosszul, ha jó lesz utána a közérzete, ha megkapja azt az SMS-t, hogy ki szállították a vérét, és felhasználásra került, az már azt jelenti, hogy ő már letett valamit az asztalra. A telefonülők és a közösségi média előtt ülők számára ez lehet egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon sokszor a közösségi oldalakon olyan bejegyzések jelennek meg, hogy hogyan tudnánk nyomot hagyni magunk után, valami emlékezeteset tenni. Abba kell belegondolni, hogy aki oda kerül az egészségügyi ellátásba, hogy vérre van szüksége, az óriási nagy bajban van. Ott tényleg élethalál kérdése az nagyon sokszor, hogy van-e vér, vagy nincsen vér, amit a rászoruló ember, a beteg ember, a gyógyulásra váró ember megkaphat. Nem mindegy, hogy az a vér, az ott van, vagy várni kell rá, és emiatt csúszik, késik valami, és esetleg egy menthetetlenné váló állapot alakul ki. Tehát amikor véradásról beszélünk, akkor tényleg életmentésről és életadásról beszélünk, mert akár egy
egy daganatos betegnek a gyógyulásához kell a vér, akár egy életmentő műtét végrehajtásához kell a vér. Itt mindig emberi életekkel játszunk, és ez forog kockán. Tehát az, hogy valaki a karját nyújtja egy fél óráját 56 naponta, vagy akár csak két havonta, három havonta, évente kétszer-háromszor, amikor tud, elmegy és vért ad, olyankor mindig életet ment. És ehhez nem fér hozzá igazándiból, nincs mit rajta sem ragozni, sem tovább keleszteni ezt a dolgot, mert ez egy nagyon egyszerű dolog. A vér az élet, mással nem pótolható, semmivel ki nem váltható, mással nem helyettesíthető, óriási szükség van rá. Tehát ha más nem tud valaki adni és egészséges, akkor vért azt tud adni. És ráadásul életanyag is jó, egy kis frissítés a szervezetnek. Harmadrészt pedig azt se felejtsük el, hogy egy olyan komplex szűrővizsgálat is egyben, amit úgy egyébként meg az ember magától nem szokott eszébe jutni, hogy elugrok már a dokihoz, hogy csináljál rajtam egy nagy komplet tesztet. Ez így van. Viszont véradáskor ez automatikusan megtörténik. Ez automatikusan megtörténik, tehát aki megkapja az SMS-t, hogy a vére kiszállításra került, az egyben egy egészségügyi bizonyítványt is kap arról, hogy jelen pillanatban egészséges embernek számít, és nem csak olyan betegsége nincs, amiről nem tud, hanem olyan sincs, ami a vérképe alapján kimutatható lenne, tehát nagy valószínűséggel garantáltan egészséges, és azért ez is egy jó érzés ilyenkor. Tudom, hogy nem szívesen beszéltek erről a jelenségről, de ez mindenütt az egész világon jelen van már. Idegyházan is most már évek óta ugye a vérplazma centrumok, hát egy óriási elszívó erő a magától a fiatalok véradó utánpótlásától, mert ugye ezek a különböző vállalkozások, akik gyógyszercégeknek szállítanak be gyógyszer alapanyag gyanánt vérplazmát, ezek ráadásul még fizetnek is. Szóval egy fordított világ. Ezzel versenyezni azért nem egyszerű, úgyhogy le a kalappal, hogy ti ezt a szintet tartjátok, mert azt azért mondjuk el büszkén, hogy az ország egyik legnagyobb véradó rendezvénye itt van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és a számokkal sem állunk csehül, ahogy ezt nagyon egyszerűen szokták volt mondani. Szóval mondd el ezeket az eredményeket, legyetek rá büszkék. Büszkék vagyunk rá, és én a véradókat is arra kérem egyébként, hogy legyenek arra büszkék, hogy véradók, és mondják el minél több helyen, mert az, ha valamire valaki büszke lehet, és azzal a jó érzéssel, hogy vállalja, hogy ő mihez köteleződött el, akkor a véradás az pont egy ilyen fajta elköteleződés, ami nem csak egyszeri fellángolás, hanem sokszoros. November 27-e a Magyar Véradók Napja. Ilyenkor próbáljuk jelképesen megköszönni a véradóinknak azt, hogy elköteleződtek, és mindamellett pedig a fiataloknak is, hogy mindamellett, hogy van nem önkéntes véradás, illetve az nem is teljes véradás, ugye a plazmaferezis az egy egészen más történet, de hogy még mindig nagyon sokan vannak, akik kitartanak mellettünk az önkéntes teljes véradás mellett. Mind a kettőnek én úgy gondolom, hogy megvan a helye és a szerepe a maga területén, ugyanakkor a gyógyításban, a vérpótlásban csak a teljes véradás az, ami számít. Jó eredményeket tudhatunk magunk mögött. Én azt gondolom, hogy a véradás szervező kollégáink az idén is megtettek minden tőlük telhetőt azért, hogy a véradóinkat megszólítsák, hogy a rendszerbe tudják őket tartani, hogy a véradás élménye az egy kedves, jó élmény legyen. Én mindig feltöltődöm ilyenkor, még most is inkább nem az adventi időszaknál tartok, hanem a véradó ünnepségek időszakánál, hiszen előtte, utána, tehát 27-e előtt és után több rendezvényünk van. Ilyen volt a megyei véradó ünnepség is, ahol az 50-től többször véradókat ismerjük el. 50-szeres, 60-szoros, van 130-szoros véradó a megyében, aki az elmúlt évben Provita díjat kapott a sokszoros véradásáért, állami kitüntetést. Ez minden évben, minden megyéből elismerjük a Provita díjasokat az országos ünnepségen, a véradó barát munkahelyeknek adunk át elismerést, ezzel erősítve a cégeket abban, hogy ők is legyenek büszkék arra, hogy egyrészt beengedik a véradásokat a cég kapujain belőle, lehetővé teszik az aktív korúaknak, akik munkavállalók és munkában vannak, hogy kiszakadjanak a napi tevékenységből, és tudjuk, hogy ez minden cégnél termelés kieséssel jár együtt. Ennek ellenére és ezzel együtt is helyet adnak a véradásoknak,
elengedik a véradásokra a munkatársakat, sőt, nem csak elengedik, hanem a cég is valamivel próbálja őket motiválni, élelmiszercsomagot kapnak, a büfében levásárolható étkezési kupont kapnak, amikor túl vannak a véradáson, akkor ott bőségesen meg tudnak ebédelni, pizza utalványt adnak. Tehát ezek a cégek még valami plusz tesznek ahhoz, amit a Vöröskereszt tud tenni, vagy az Országos Vérellátó Szolgálat tud tenni a donorokért. Ők is hozzáteszik a magukét azért, hogy motiválják, kedvelté tegyék ezt a fajta tevékenységet. Én azt gondolom, hogy a cégek vezetői részéről ehhez egy nagyon nagy fokú elköteleződés kell, és hála Istennek azt tapasztaljuk, hogy van is, és a cégeket is arra tudom bíztatni, a cégvezetőket, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az ott dolgozó munkatársak el tudjanak jutni a véradásra, hiszen a véradások napközben vannak. Nagyon sok kis településről, akár Nyírbátor, Máté-Szalka térségében, Kisvárda térségében, a környező településekről is bejárnak dolgozni a városba a munkavállalók, akik vért adhatnak. Na most, ha nincsen otthon, akkor ott nem tud vért adni, tehát az egyetlen helyszín, ahol könnyen el tudjuk őket érni, azok ezek a munkahelyek lesznek. Így van, tehát hogyha ők ebben nem partnerek, akkor elveszítjük a véradóinkat. Hiába tesz meg a Vöröskereszt bármit azért, hogy a donorokat meg tudja tartani, akkor fizikailag nem fognak hozzájutni ahhoz, hogy a véradók ott legyenek a véradó alkalmakon. Nagyon fontos ezeken a kis településeken a polgármestereknek az együttműködése, az önkormányzatok együttműködése. Nélkülük ez egy megvalósíthatatlan dolog. Én azt gondolom, hogy Szabolcs megyében ezzel is, én úgy gondolom, hogy a munkatársak mindent megtesznek, felkutatják a helyi ismert embereket, próbálják őket is ösztönözni arra, hiszen egy-egy településen, például, hogyha a polgármester véradó, a jegyzőnő véradó, az iskola vezetés véradó, az óvoda vezetés véradó, a szociális intézmény dolgozói ott vannak, akkor a lakosságnak a többi része is nagyon szívesen jön el, hiszen van előttük egy példaérték, amit ők követhetnek. Úgyhogy ezek nagyon fontos dolgok. Viszont azzal megszámolnunk kell a megyében, hogy egyrészt az aktív korú lakosság körében egy bizonyos életkor felett megjelennek olyan fajta betegségek, amivel már nem adhatnak vért. Én nagyon szeretném arra ösztönözni azokat a véradókat, akik lassan-lassan emiatt már majd kikopnak a véradói körből, hogy gondoskodjanak az utánpótlásról. Vegyenek részt a szervező munkában. Egyrészt nagyon sok olyan véradó szervező önkéntesünk van, akik például megmozdultak egy-egy beteg gyerek vagy egy beteg ismerősnek a megsegítésére, és a véradáson derült ki, hogy nem adhat vért. És ez olyan szinten felbosszantotta őket, hogy mondták, hogy jó, ha vért nem adhatok, akkor önkéntes segítőként így van, és amikor egy-egy településen például ezek a véradások történnek, akkor ők az elsők, akik ott vannak, hívják a donorokat, szerveznek valami kis vendéglátás számukra, ők a Vöröskeresztnek azok a fajta önkéntesei, akikből merítkezünk, akikből táplálkozunk, akik a munkánkat elősegítik, nélkülük ezek a dolgok megvalósíthatatlanok lennének, mert akkora a feladat, ami csak egy nagyon jól szervezett munkatársi csapattal és egy nagyon jól szervezett, elkötelezett önkéntes csapattal valósítható meg. Na hát le a kalappal, minden önkéntes előtt, minden véradó előtt és a kollégáid előtt is. Jó munkát kívánunk nektek itt az évvégi nagy hajrában. Egy utolsó rövid kérdés, hol lehet benneteket megtalálni, ha valaki valamilyen módon szeretne segíteni a munkában, adománnyal esetleg, mostani adventi időszakban hol talál meg benneteket? A Vöröskereszt weboldalán minden információ megtalálható, rólunk két kattintással el lehet jutni a megye oldalára, illetve a Malom utca 3 szám alatt van Nyíregyházán a Vöröskeresztnek a megyei központja, illetve a nagyobb városokban szintén van területi irodánk, tehát mindenki a lakóhelyéhez közel megtalál bennünket, illetve a Vöröskereszt is halad a
modernitással, és nekünk is van Facebook oldalunk, tehát ha valaki ránk keres, a területi szervezeteket is, illetve a Szabolcs megyei szervezetet is megtalálja. Az információkat igyekszünk frissíteni, minden fontos dolgot tudatni magunkról, úgyhogy sok szeretettel várjuk még az adományokat, főleg élelmiszer és tisztítószer adományt, ugyanis a ruha az egész évben olyan mennyiségben érkezik, amivel hála az adományozóknak nincsen probléma, ezeket tudjuk fogadni, és illetve tudjuk osztani is a rászorulók részére. Edina, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, sőt, hát tarts még velünk a műsor hátralévő részében. Az adventi készülődés jegyében beszélgettünk a tegnapi napon a nyíregyházi baptista közösség vezetőjével, aki egy csodálatos koncertre készül a nyíregyháziakat megszólítva. Ez a beszélgetés következik most. Pap Dániel urat üdvözlöm a stúdióban, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Már az adventi készülődés jegyében beszélgetünk itt. Hát egy csodálatos estére, egy adventi koncertre készül a baptista gyülekezet itt Nyíregyházán, megszólítva a teljes város lakosságát, nem csak a baptistákat, a hozzájuk tartozókat. Egy kis lelki töltődés, egy különleges koncertről van szó, az emberi kötődése miatt is, meg de persze majd a koncerten megfogalmazott üzenetek miatt is. Mit kell tudjunk erről? Köszönöm szépen, hogy én is itt lehetek. A koncertünket nem első alkalommal szervezzük meg itt Nyíregyházán. Pintér Béla a baptista gyülekezetben nőtt föl, ide kötődik, itt járt iskolákba, és innen kezdte el a zenei pályafutását is. Manapság a mostani napokra nagyon elismert és nagyon népszerű dalszerzővé és énekessé vált a keresztény körökben, és nagyon zsúfolt az ő programja is ebben az időszakban, de örömmel ajánlotta föl már tavaly, hogy visszajön az ő szülővárosába és az anya gyülekezetébe, ahol tavaly egy kisebb létszámú a baptista imaházban tartott koncertet adott. Idén viszont mertünk egy nagyobbat álmodni, hogy kijussunk a város közönsége elé, és ide a kulturális központba szerveztük ezt a koncertet. Holnap este 7 órától várjuk szeretettel az érdeklődőket. Ahogyan ön is mondta, nem csupán a baptistákat, hanem felekezetre és korra, nemre tekintet nélkül. Béla nagyon jól ért a gyermekek nyelvén, első albumait Pintér Béla és a Csemeték címen adták ki, azután sokféle műfajban szerzett zenéket és adta elő azokat. Most egy kisebb csapattal fog érkezni, egy zongorista és egy gitáros segíti majd az előadását, illetve háttérben vokálosok is énekelnek. Na hát biztosan egy szép élmény lesz majd. Nagyon örülök neki, hogy kitért arra, hogy a gyerekek a középpontban, mert ahogy én a Pintér Béla munkásságát megismertem az internet segítségével, én azt figyeltem meg, hogy a gyerekek mindig valahol ott vannak az első vonalban, mint megszólítandó célközönség. Ez gondolom a mostani koncerten is egy nagyon markáns vonal lesz majd. Valószínűleg meg fogja azt tenni, amit általában szokott, hogy gyerekeket fölhív a színpadra, és velük együtt énekel egy-egy ismert dalt, és ezt nagyon élvezik a gyerekek, és kihasználják ezt a lehetőséget, és hálásak vagyunk azért, mert Bécinek ez az adottsága, ez nagyon, nagyon természetes módon, és nagyon megragadó módon szokott megnyilvánulni az ilyen koncerteken. És amellett, hogy az ő dalai szólnak, vagy abban lehet azt tudni, hogy nagyon egyértelműen beszél Istenről, a megváltásról, Jézus Krisztusról, és most így az adventi időszakban a Krisztus születésére készülődve nem csupán erre a múltbeli eseményre emlékezik, hanem arra a jövendő eseményre is, hogy Jézus újra vissza fog jönni, és az advent ennek a
megérkezésnek, eljövetelnek a várása is. Ja, hát meg az advent annak az időszaka is, amikor magunkat is föl kell készíteni. Igen. Az első gyertyát már meggyújtottuk vasárnap folyamán, a hit gyertyáját, a önmagunk vizsgálatának a gyertyáját, a mi saját hitünknek, a elmélyítésének a gyertyáját, ez a fény már ott pislákol bennünk, aztán egyre gyúlnak meg majd a fények, hát gondolom a baptistáknál is ez az adventi időszak egy készülődés, egy felkészülés majd az utolsó az öröm gyertyájának meggyulásáig, az igazi világosság megérkezéséig. Milyen hitélet zajlik úgy nagy általánosságban Nyíregyházán, és hogy telik most ez az ünnepi időszak? A mi gyülekezetünk nem túl nagy létszámú, maga az egyházunk sem. Itt helyben Nyíregyházán 55 tagunk van, ez azt jelenti, hogy 55 felnőtt keresztségben részesített, bemerített és úrvacsorázó tagja van a gyülekezetnek, de vonzáskörzetünkbe tartoznak a hozzátartozók, gyermekek és az érdeklődők. Bárki előtt nyitott a Rózsa utca 7 szám alatti baptista imaház, vasárnap délelőttönként 4:10-től, illetve délután 4 órától tartjuk az istentiszteleteket. Ilyen módon tartottuk meg tegnap is az első adventi istentiszteletünket, mi is meggyújtottuk az első gyertyát, és sokszor szoktunk részt venni más közelben lévő gyülekezeteknek az alkalmain, itt a nyírségben, de hogyha másfelé hívnak, akkor énekkarunkkal, vagy ifjúsági szolgálócsoportunkkal, énekegyüttesünkkel szoktunk elmenni más gyülekezetek meghívására, és hasonlóképpen mi is hívunk magunkhoz közel-távolról olyan gyülekezeteket, olyan szolgálócsoportokat, akik gazdagítják a hitéletünket. És valóban ez az évvégi felfokozott hangulat, ez a készülődés, ez egy elmaradhatatlan része a mi hitéletünknek is. Úgyhogy szeretnénk ezeket a vasárnapokat, a karácsonyig még hátralévő 3 vasárnapot is úgy kihasználni, hogy minél többekhez eljuthasson Jézus Krisztusnak az evangéliuma. Hát erre egy kiváló alkalom magának a piciny, de gyarapodó és nagy kisugázó erővel bíró közösségnek a megismerésére ez a bizonyos holnap esti koncert is. Gondolom, hogy ez a szándék is munkálkodott a szervezés közben, hogy egy picit jobban a város közéletében megmutatkozni. Én szerintem nem lesz nagy vállalás megtölteni a Váci Mihály Kulturális Központ nagy előadó termét. Legyenek sokan, én azt kívánom, de a legfontosabb információkat ismételjük még el. Mikor kezdődik a koncert, hány órától várják ide a kedves közönséget? Holnap szerda este 7 órától lesz a koncertnek a kezdete, körülbelül egy másfél órás koncertre számíthatunk. Ide a Kulturális Központba várjuk szeretettel, és köszönjük szépen a biztatását. Köszönjük szépen, hogy eljöttek hozzánk, sok sikert kívánunk a holnap estéhez, és áldott adventi készülődési időszakot kívánunk Önöknek. Hasonlóképpen kívánjuk mi is, tévénézőknek is. Köszönöm már a figyelmüket, találkozunk csütörtökön, viszontlátásra!